Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a mai kiolcsezárón. Ez egyik legérdekesebb kiolcsezáró dharmabeszéd, és ennyire betegek még nem voltunk a kiolcse végén. Talán a világ sem volt ennyire beteg a közelmúltban egy kiolcse végén. És ahhoz, hogy egy kicsit az egészségről beszéljünk, ahhoz a lélek és a tudat egészségéről is kell. 90 nap alatt nagyon sok mindenre volt időnk, és talán arra nem, hogy szétszóródjunk. Rengeteg dolgunk van, dolgunk volt, és dolgunk lesz azért, hogy megfelelő értelmet és jelentést adjunk az életünknek, és letisztulva segíthessünk másokon. Ha megnézed, akkor ez a helyzet a Sun Quan Tzu nyimi gyönyörű nagy egyenlet egyik mondata, bad situation is good situation. Tehát egy rossz helyzetből hogyan csinálsz jó helyzetet. Tehát a nehéz idők, azok nagyon kemény embereket szülnek. És a könnyű idők, azok hanyag embereket szülnek. És most mindent elmondhatunk, csak azt nem, hogy könnyű idők járnak. Sem belül, sem kívül nincsenek könnyű idők. Én azt gondolom, hogy a 3 hónap láttán mindenki helyesen használta föl ezt az időszakot, legalábbis az elvonuláson belül. Megköszönöm tanítótársaimnak a jelenlétet ezen az elvonuláson, és az ő megszólalásuk után pedig fogadjuk a kérdéseiteket. Én, ahogy néha elnéztem a kiolcsén résztvevőket, nem feltétlenül használták jól ki a kiolcsi adta lehetőséget mindig. És ezt akkor vettem észre, amikor néha több beszélgetés volt a kelleténél, és picit, mintha néha éreztem volna azt a általunk itt nyugaton sokszor megszokott hozzáállást, hogy valamiféle feladatot elvállalunk, de ezt úgy vállaljuk el, mintha valaki ránk mérte volna. És azt az elvállalást utána ilyen külső kényszerként kezeljük, és ez külső kényszer automatikusan egy kis védekezést, egy pici ilyen kacsintós, kibúvó keresést tud szülni. Ez nem azt mondom, hogy általános volt, de néha észrevehető ez. És nagyon jó tetten érni azt, hogy mikor lesz a felajánlásunkból valamiféle külső kényszer. Hogy észrevesszük-e azt, hogy a felajánlásnak mekkora jelentősége van. Hogy miért az a fontos, hogy igenis felajánljunk valamit, és ehhez tartsuk is magunkat, és valami olyat ajánljunk fel, amit tudunk kontrollálni. És ami ugyanakkor fontos nekünk, legyen az étel, legyen az beszéd, legyen az mindenféle érzékszervi energia, elszivárgó közeg. Ugyanakkor 90 napig ezt csinálni az nem feltétlenül egy könnyű dolog. És nagyon örülök, hogy ennyi ember megfordult itt 90 nap alatt, és sokan végig is csinált ezt a 90 napot, és kívánom mindenkinek, hogy ez a 90 nap ne értelmetlen 90 napként jegyződjön fel az életében. Én is szeretettel és tisztelettel üdvözöllek benneteket. Itt is, és majd azokat is, akik a YouTube-on nézik a videót. Ti itt mindannyian elvonulók vagytok. Részt vettetek a kiolcsén, lehet, hogy 3 hónapot, amit nagyon-nagyon tisztelek, hogyha ezt így bevállaltátok és megtettétek. De hogyha 1 hetet, 1 hónapot, 3 napot voltatok itt, az is nagyon-nagyon jó, hiszen tapasztalatotok van arról, hogy mi történik itt. Tapasztalatotok van arról, amikor jól megy a gyakorlat, amikor egészségesek vagytok,
arról, amikor nem megy annyira jól, vagy betegek vagytok, vagy inkább kimennétek, és nem jöttök be meditálni. Nagyon-nagyon sok mindenről. Az emberi természetről. A ti és a mindannyiunk emberi természetéről, karmáról, és remélhetőleg az önvalóról is valamilyen szinten. És ez azért nagyon fontos, mert videókat lehet nézni, dharma beszédre el lehet jönni, ez iránymutatónak nagyon jó, és tovább lendíthet egy-egy nehéz ponton, amikor egy kis bíztatás kell, vagy egy kis dorgálás, mikor, hogy. De alapvetően, amit hallasz, azok szavak, amikkel dobálózni lehet rajta gondolkodni, de a végső az a tapasztalat. Még sokszor azt is, minél többet jössz, annál inkább meg tudod ezt tenni, még sokszor magát a zent is meg kell haladni. A zen tanítást. Tudsz-e úgy ülni, hogy még a zen sincs a fejedbe? Hogy itt most önvalót kéne tapasztalni, hogy tantierre kéne fókuszálni, hogy nagy kérdést kéne föltenni, hogy akkor ez most itt a jelenlét, meg a most, és akkor karma van meg. Félre tudod ezt az egészet rakni. Nem azt mondom, hogy ez hibás, de még ez is csak egy elképzelés. Tudsz-e ott lenni abba a pillanatba, kíváncsian, ahol éppen vagy most például, most? A Kyolcse előző 90 napja, meg most ez a pillanat, valójában alapvetően nem különbözik. Most nem vagyunk rosszabb és beszédesebb állapotban, mint amikor ülünk, vagy amikor éneklünk. Valójában mindig és mindenkor mi ez? Ha ez a kíváncsiság megvan, akkor minden helyzetben ott tudsz lenni. Nem csak abban, amikor jó. Ott tudsz lenni abban, amikor beteg vagy. Abban is ott lehet lenni, hogyha járva, ülve, fekve, beszédbe, énekbe, egészségen és betegen, mindig és mindenkor mi ez? Ott van-e benned ez a kutató kíváncsiság, ami még a zenhez se ragaszkodik? Ha ez megvan, ennek a tapasztalata, akkor az egy életen át vihet. A saját utadon. Mert már nem kell a videóhoz, meg a Jedi készosztásához ragaszkodnod, hogy majd ezt mondták, és akkor most ezt kéne csinálnom. Úgyhogy ezt a tudatosságot kívánom, hogy mindenki tudja tovább vinni a Kyolcséről, és a következő nap, meg az azutáni nap, az ne legyen már nem Kyolcse. Formában lehet, hogy más lesz. Tudatosságban ne legyen az. Úgyhogy erre nagy szükség van, hiszen, ahogy hallhatod sokszor, nem csak itt a szűkek pátriánkról beszélve, rendkívül elmagányosodott és rendkívül csoportban nem létezni tudó társadalomban élünk. És ez addig nem fog változni, amíg a saját hajlandóságunk ezt nem változtatja meg, és nem föntről, hanem a mi szintünkről. Úgyhogy remélem, hogy ez a tudatosság segít mindannyiótokban ezen az úton, és tudunk közösen járni mindannyiunk javára. Köszönöm. Köszönöm szépen Barna és Ádám bevezetőjét. Kinek van kérdése? A kérdések hiányát egy rövid személyes anekdótával szeretném bepótolni. Egyszerűen ilyen kiolcsét még nem sikerült élnem. Több szempontból. Aki szerzetesként szeretne itt közületek gyermeket vállalni, annak szeretném jelezni, hogy a szünetekben nem lehet gyereket nevelni. Tehát azt úgy főfoglalkozásként kell. És ez azért érdekes, mert nincs több avatárod. Tehát egy személyiséged van. És hogy hogyan rakod össze benne a mindennapjaidat, a teendőidet, a vállalásaidat, az pillanatról pillanatra egy óriási kérdés. Tehát az Avatamszaka Szutrának az alaptanítását ismered, hogy ha meg akarod érteni a világegyetem természetét, akkor fogd fel úgy, mint amit egyedül a tudat teremt. Hát akkor egy kicsikét így szorítsd meg a paramétert, és lásd meg, hogy most a tudatod hogyan teremti a beszédedet
kivé válsz ezáltal. Most a tudatod hogyan teremti az érzelmeidet, gondolataidat, tetteidet, és kivé válsz ezáltal. Tehát egy apát a teaszobában, zenmester a darmateremben, és apa a faházban. És ez így nagyon sokszor változik a nap folyamán, és hogy te ne olyan légy, mint egy mesebeli pingponglabda a különböző ütők között. És az egy külön dolog, hogy befejezzük mondjuk a reggeli 16 fős teázást, és akkor odahaza szemétkivitel, pelenka összeszedés, hol van a gyermeknek a játékrágó állatkája, stb. És utána pedig interjúk. Utána megbeszéljük a különböző konyhai beszerzéseket ebéd után, és lehet, hogy délután pedig valami aprócska megrendelést le kell tisztázni az irodában, 3-4 fél őrült e-mailt, és akkor utána megint interjúk. Délután, hogyha süt a nap, a gyerekkel séta meg az anyjával, mert addigra már hiányolnak. És ez így tovább és tovább úgy, hogy aki tényleg a felesége mellett áll, mint férj, és az első fél év éjszakai műszakjában részt vesz, akkor készüljön fel egy olyan éjszakai gyakorlatra, amihez még nem írtak ilyen 0 óra, 1 óra, 2 óra, azt majd a gyerek megírja neked. Az gyönyörű. Úgyhogy nem nekem kellett nagy részt fölkelni, de azért ott voltam a fölkelések jó részében. És ez egy nagyon komoly feladat, kérem szépen. Tehát itt van az éberségnek egy olyan alkalmazása pillanatról pillanatra, hogy a gyakorlatod minősége azonnyomban kiderül. Hogy te most létrehoztál-e egy énkérget, vagy sem? Hogy te most azt hiszed, hogy valaki vagy sem? Vagy hogy ezt ne, azt meg igen? Hát akkor eddig mit csináltál? Mit gyakoroltál valójában? Úgyhogy templomi közösségünk és életformánk, ezt mondhatom, hogy arra felé halad, hogy az egyéni, páros, családi és csoportos karmát egyaránt megöleljük, és meglátjuk, és helyesen műveljük, nincs kivétel. És ebbe belefér a koreai Sabu De Jung, a 4-osztatú nagyszerű szanga, szerzetes, szerzetesnő, világi férfi, világi nő, és ennek a folyamányai, hogy felnőtt gyermek, kicsi, nagy, fiú, lány, stb. Tehát ez a maha szanga, ez a nagyszerű szanga, ahol nincs senki sem a falakon kívül. Mindenki egyetlen egy nagy közösségnek és rendnek a tagja. A maga helyén, a maga vállalásait teljesítve, és remélhetőleg nem úgy, hogy utána durcizik, mert ő azt felajánlotta, és a felelőssége az ott van rajta, mert szabadon döntött. Úgyhogy ezt a megfontolást ajánlom mindenkinek a figyelmébe, mert akkor felnőtt módon tudsz gyakorolni, és nincsenek kibúvók. Nincs az, hogy ja, hogy majd én, majd nekem ez jár, majd az, majd úgy, és úgy nekem majd jó lesz. Persze. Egy ideig simogatjuk a magunk és mások fejét illúziókkal, aztán rá kell ébredni, hogy az élet tényleg miről szól. És amivé teremtjük, az lesz. Amivé válunk, azzá leszünk, kérem szépen. Semmi más. Na, kinek van kérdése? Egyik dharmabeszédetben beszéltél arról, hogy Dalai Láma mondta, hogy van egy jó meg egy rossz híre, hogy együttérző szeretettel mindent el lehet érni. És az a jó, és ez volt a jó hír. És a rossz hír ugyanez. Nem, a rossz hír nem ugyanez. Nem ugyanez. Erről kérlek, tudnátok beszélni? Köszönöm. Először elmondanám a rossz hírt is, jó? Érdekel? Jó. Együttérző szeretettel mindent el lehet érni. Az ugyanez az rövidítés. Nem rövidítünk. Most gondold el, hogyha az esti pizza helyett egy ilyen szakácskönyvlapot kapnál, hogy ugyanez. Kösz. Hát szerintem nagyon szomorú lenne. Tehát ezzel a szeretet univerzalitására szeretett volna szerintem őszentsége rávilágítani, és hogy a szeretet miért egy nagyobb egésznek a terméke és velejárója, ha jól csináljuk. Egyszerűen azért, mert hogyha a gyümölcsoldalt, mint boldogságot, szeretetet, jól létet, vagy ilyesmit teszünk mindig az első helyre, akkor elveszítjük a fa gyökerét. Elveszítjük azt a munkát, azt a forrást, ahonnan ezek jönnek. És állandóan egy ilyen jutalom per gyümölcsoldal mániában élünk, hogy nekünk ez jár, mert mi jó buddhisták vagyunk, és mi ezt erőltetjük magunktól és másoktól.
elfelejtvén a színuszgörbe tulajdonságát, elfelejtvén, hogy vannak felhős és napos órák, elfelejtvén, hogy van, amikor jobb kedved van, van, amikor rosszabb. Innentől kezdve a szeretet is szolgál valami nagyobbat, mint önmaga. És ha ezt nem vesszük észre, akkor a szeretettel úgy lehet manipulálni, mint a 21. Elképesztő. Az igazsággal is, a látszólagos igazsággal is nagyon jól lehet manipulálni. Úgyhogy nagyon vigyázz, hogy mit teszel a szeretet tálcára, és mit burkolsz be mosolyba, és mit teszel bele a jó indulat zacskóba. Azért, mert amit beleteszel, az előbb-utóbb átmegy, és az emberek ezt elhiszik. Tanítótársaim tudják, hogy amikor képződtek és beszéltünk a tanítóvá válásról, nagyon sok mindent így hosszú-hosszú órákon keresztül átbeszéltünk, és az interjúkon van egy szeretett tér, egy nagyon világos, együttérző kapcsolódás. És a transzferencia, akik ezt ismerik akár szakmailag, akár csak tapasztalatilag, az egy nagyon komoly felelősségteli dolog, hogy ebben a szeretett térben te mit viszel át, mert amit átviszel, az átmegy. De elképesztő felelősség, hogy a szeretet hullámosszám mit közölsz, mert bemegy a szívedbe, mert mindenki szeretet, éhes és boldogság kereső. Tehát nagyon tisztán, nagyon etikusan, nagyon világosan kell ezzel az energiával bánni. Jó? Köszönöm. Kérünk, taníts minket együttérző szeretettel. Miben segíthetek? Nekem az jutott eszembe, hogy az egér együttérző szeretettel addig rágja a falat, amíg átrágja magát a macskához. Tehát az együttérző szeretettel ugyanúgy, nem mindegy, hogy mi van az együttérző szeretet mögött. Azt hangsúlyoztunk, hogy mit teszünk a tálcára, hogy hogyan használjuk, kivel használjuk, de az sem mindegy, hogy az együttérző szeretet mögött milyen tudatállapot van, mert ugye a kígyó issza meg a vizet, akkor méreg lesz belőle, hogyha meg tehén, akkor tej lesz belőle. Tehát nagyon vigyázunk az együttérző szeretetre, mindaddig, amíg bennünk a tisztaság nem jelent meg, mert még akármit ártani is tudunk vele. Kérünk, taníts minket együttérző szeretettel. Miben segíthetek? Jó, akkor a többit el is felejt. Egyéb kérdés? Szeretném kérdezni, hogy például, ha van egy narcisztikus ember, és képesek vagyunk látni benne is a Buddhát, és együttérző szeretettel hogy lehet rajta segíteni? Na, ez a te kérdésed, tessék. Látod benne együttérző szeretettel a Buddhát, és elindulsz a másik irányba. Jó, jó, messzire. Ezért nem volt Bodhidharma narcisztikus, mert egy darab önképe nem volt. Tehát, nézzek, ül a kis szakállával itt mellette, és nem szól egy szót, csak a legjobb politika. Annyit erről, hogy mindig, amikor ilyen divat kifejezést, most a másodlagos szégyenérzet folyik a csapból mindenhonnan, de mondjuk fél évvel ezelőtt a narcizmus, vagy a narcisztikus bántalmazó, vagy ilyenek folytak a csapból, 10 évvel ezelőtt teljesen más folyt a csapból. Tehát amikor ilyen közös projekciók vannak, mert mindenki szeretné a másik traumáját úgy feloldani, hogy közös szemüvegen keresztül látjuk a világot, ugyanaz az illúzió faktora az emberekben, akkor jó a szavak mélyére nézni. Tehát Hanvas Béla azt mondta, hogy kétféle halott van. Az egyik, akinek a lelke végleg elvált a testétől, a másik, aki a szavak eredeti értelmét nem tudja. Ez a kétféle halott van. És ezért nagyon jó, hogyha például a narcisztikusnak az eredeti görög értelmét, akár a kis történeten keresztül, de letisztázzuk, ugyanúgy, ahogy a pszichopatájét. Tehát a Narcissus féle mitosz, görög herceg, ki a tóban megpillantotta a saját arcát, és annyira szerelmes lett a saját önképébe, hogy mindenről elfeledkezett, és ott halt éhen és szomjan a tópartján. Tehát aki a saját önképét többre becsüli, mint a valóságot, vagy uram, bocsán, mint a másik embert, azt lehet narcisztikusnak nevezni, és rossz hírem van, van női narcizmus is. Tehát
Nézd meg azt, hogy ha te kórosan önző vagy, és csak a saját önképed, elgondolásod, véleményed a fontos, és a másiké pedig ott sehol se, hogy a világ, mint realitási élmény sehol se, akkor a valóságtagadástól az embergyűlölésig minden benne van ebben a fogalomban, a krónikus kóros önzésen kívül. Hogy ez a szónak így az eredeti értelme, legalábbis az európai kultúra magyarázata szerint, és néha üdítő más paradigmákat is megtapasztalni. Például Ázsiában nem volt se görög, se római, se egyiptomi mondakör, filozófia, és teljesen másra építették fel. Azt mondták, túl erős az énje. Túl vastag az én kérge. Az kész. Ennyi. A tartózkodom a bódítószerek használatától, az is összefügg a narcisszal, a narkotikumok is ugye a etimológiailag ebből a szóból jönnek, és a legnagyobb narkotikum az az önkép. És az önkép függőség, és hogyha visszatérve a kérdésedre, hogyha valakiben látjuk ezt az önkép függőséget, akkor együttérzően lehetőleg hozzunk olyan helyzetbe, amikor ez az önképe saját magától törik. Nem mi törjük, hogy ne fogja azt is ránk. És akkor talán van egy esélye arra, hogy tanuljon. És nekem még az a kép jutott eszembe, az egy nagyon jó ilyen illusztráció volt, hogy ott van Narcisz a folyónál, és néz bele a folyóba, és azon gondolkozik, hogy de szép, de szép, bár csak megoszthatnám ezt több millió emberrel, és közben egy a vízből emelkedik egy okos telefon a megfelelő alkalmazással megnyitva. Úgyhogy talán, ha már beszéltünk arról, hogy sláger szó, az biztos, hogy most a világ, meg ezek a platformok fölerősítik ezeket a hajlamokat, és sokkal könnyebben betölthetjük a hiányainkat azzal, hogy kiposztolunk valamit, és akkor megnézzük, hogy hányan lájkolták, és az azért kimutatható, hogy ez ferdíti is nagyon sokaknak a személyiségét. Korábban erre ilyen szinten nem volt lehetőség, akkor ez nem volt a téma annyira megbirizgálva. Viszont az is fontos, hogy szintén ahogyan hallottad, a címke ne bénítson meg. Se az, hogyha téged megcímkéznek, se az, hogyha másikat megcímkéznek. Próbáld meg látni azt a másik embert a maga valójába. Mindenkinek lesz valami happy-e, meg olyan oldala is, ami nem olyan könnyű. Ezért mondtam az elején azt, hogy fuss, ha tényleg olyan az az ember, akkor nem a te felelősséged az, hogy őt meggyógyítsd, és az viszont az se, hogy feláldozd magad az oltárán, az ő narcizmusának az oltárán. Nem tudjuk, hogy éppen az az ember milyen. Ezért kell a meditációban egyre jobban kiművelt tudatosságot alkalmazni. Embereknél nehezebb, amikor ott van előtted, mert involvál érzelmileg, a padló kevésbé. De nem lehetetlen. Érdemes gyakorolni. Köszönöm. Az intuícióról szeretnélek kérdezni benneteket. Tegnap jutott eszembe, volt egy álmom pár évvel ezelőtt, azt álmodtam, hogy egy kullancs mászik rajtam. Úgy megijedtem, hogy fölébredtem, és tényleg ott mászott rajtam egy kullancs. És nagyon csodálkoztam, hogy lehet ezt megálmodni. Éberen miért nem tudunk így megérezni dolgokat? Van egy koanunk, a kínai kobongszúnyim koanja, hogy amikor olyan mélyen alszol, álomtalan alvásban, hogy nincs testtudat, lélektudat, se álom, semmi, akkor hol van az igazi mester? Tehát ez keresztül vágja a modern pszichológiának az összes ilyen, szerintem hiába való kísérletet, hogy az intuíciót valamivel is azonosítsa. Ugyanis itt nyugaton elképesztő erőfeszítéseket teszünk, hogy rendszerbe foglaljuk a valóságot, kívül is, belül is. Hogy egy rendszer legyen, amit az intellektus jól tud használni, és ezáltal megjósolhatóvá válik egy csomó minden és mindenki. De ez a rendszerkényszer,
Ez maga a félelem, és maga a korlátoltság. Tehát az intuíció, megint csak a szó eredete, az a belső tanítás, tanulás, intuition, vagy pedig egy olyasféle érzékszerv, ami nem látható, de mégis működik. Egyébként az, hogy te álomképben látod a kullancsot, és az valós időben mászott rajtad, ez, engedd meg, ez nem intuíció, hanem az érzékszervek működése álom állapotban, ez teljesen más dolog. És nagyon sok ilyen áttételes szervérzet lefordítódik álomképre, az emésztés vagy az anyagcsere különböző folyamatai. És az intuíció az, az eddigi tapasztalataim nyomán az ennek a működése. Tehát az igazi önvalód megnyilatkozása minden pillanatban előzetes karmikus függés nélkül. Utólagos karmikus utána gondolás nélkül. Tehát a tiszta, tükörszerű, térszerű önvalód akadálytalan működése ebben a pillanatban. Ez az, amit a nyugat intuíciónak nevez. Minden más, ami IQ, EQ, különböző ilyen hánytorgások, könyveket írnak róla, tipikusan az a helyzet, hogy kinyitottad a szádat és hibázol. Megpróbáltad szavakba foglalni a szavakba foglalhatatlant, és biztos, hogy lepattansz róla. Egy darab definíció nem fog stimmelni. Tehát ez a nem tudható, de tapasztalható a négyzeten. Tehát bele lehet jönni, de gombot varni rá nem lehet. Címkével megoldani nem lehet. Ezért nem definitív tudást adunk, hanem interjú tapasztalatot. Mert az intuíciódat így lehet kifejleszteni igazából. És a zen az még azt mondom brutálisabb is, mint az ilyen tárgyasabb dolgok, mint a jóga például, vagy ilyen tárgyi, akár harcművészetek, akár alkotóművészetek, mert ott van valami. Tehát a jogánál azért a test az egy nagyon komoly tárgy a tudatnak, meg a lélegzet, meg minden, évekig szöszölsz vele, hogy hogyan csavarod, húzod, vonod magadat. Előadóművészetek? Hú-hú. Képző? Harcművészet? Tehát a tárgyával foglalkozó 20-30 évvel át, hogy tökéletesítsd magadat. A zen nem adja meg ezt a cukorkát. Azon nyomban mély víz, az első interjúnál. Elveszik a tudattárgyát, mint belső vagy külső fogható érzékelést, és maradj meg a levegőben felhajtó erő nélkül. Álljon meg a tudat tárgy nélkül. Maradj meg a pillanatban kapaszkodó nélkül. Innen indul minden. És ha ezt az állapotot, ezt a paradoxont, ezt elkezded elviselni, akkor kezd el az intuíció kifejlődni. Ezért mondta Szungszász, hogy nyom a koan praxist úgy, hogy az elme böjtje. Mind fasting. Az elme böjtje. Nincs mi gondolkodni. Oké? Okay? És ha nem gondolkodsz, akkor kifejlődik az intuíciót. Mit remélnek a szerzetesek a nőtlenségtől? Tehát mivel kapnak többet, mint mi hétköznapi emberek? Nézd, az elején, hogyha valakinek tényleg ilyen szándéka és lehetőleg jó korábbi karmája van, nem rögtön terheli le a tudatát az érzékszervi világgal, hanem ad magának esélyt, hogy ezen külső elkötelezettség vagy terhelés nélkül, a hétköznapi élet elképesztően komoly igénybevételen nélkül egy lehetőleg ugyanilyen intenzív, vagy még intenzívebb belső munkát folytasson le, amellyel a hamis azonosulásait a lehető legnagyobb mértékben leveti. Az egyéválást a lehető legvilágosabb érzékszervi függés nélküli állapotában eléri. Tehát rengeteg haszna van, ha valaki ezt böcsülettel 100%-osan tudja csinálni. Egyébként ez is indiai-kínai eredetű, tehát nem a nyugat találta föl, a nyugat a származékként hozta keletről magával. És ami a duális érzékszervi kapcsolat, ugye Ádám és Éva, az semmi más, mint egy nagyon erős tanulási lehetőség, de csak akkor, ha tudod, hogy ez már az. Egyébként csak akció és reakció, egyébként csak a karmának a továbbvitele, ahol a válságok sebességével az érzékszervi sík, kőkemény paraméterek között tudsz csak tanulni. A szerzetesség, hogyha a nőtlen részét nézed, az egyrészt azt jelenti, hogy mindenféle korábbi pszichikai fogódzó elmegy. Tehát nincs meg az, hogy egy kapcsolatban vagy, és a kapcsolat állandóan megkérdezi, hogy jól vagy?
felvetted a gatyádat? Fogat mostál? Felhúztad az oknidat? Tehát nem, ezt mind önállóan kell tudni. És az élet különböző egyéb fogódzói sincsenek meg. Tehát egy maximális tudati autonómia, önállóság, a dualitások meghaladása, az érzékszerű függések meghaladása, és így a korábbi önkép levetése. És ha ezt az ember nem húzatja ki üveghangra, akkor csak a korábbi énségére húzza rá ennek az életnek az érzékszervi rétegét. És a mélyenfekvő karmáit nem oldotta meg, nem ment le a gyökeréig, mert externalizált, mert érzékszervi függés volt az első, és csak utána a tudatosodás. És hogyha ennek látja a célját a szerzetes, akkor jó darabig benne tud maradni egész addig, amíg úgy érzi, hogy ez másnak és magának egyaránt segítő és haladást jelent az úton. De ha nem, akkor elkezd valahogy repedezni ez, és előbb-utóbb gátlásnak fogja föl, előbb-utóbb korlátnak fogja föl, és nem pedig olyasféle, azt mondom, isteni kegyelemnek, ahol még nem kell külső kötelezettségeket vállalni, még nem kell externalizálni, még nem kell ugye a vágyaknak tárgyat adni, mert meg tudta tartani úgy, hogy nem elfolytásnak, hanem mondjuk energiatakarékosságnak élte meg. Úgyhogy rengeteg előnye tud lenni, ha ezt a benne lévők helyesen használják. Ha nem, akkor ugyanúgy meg tud rekedni benne, mint az érzékszervi síkban. Ilyenkor az Isa Upanishad jut eszembe, hogy sötétben járnak azok, akik csak a múlandót keresik, de még nagyobb sötétben azok, akik csak a múlhatatlant. Ha meglátod, hogy a múlandó és a múlhatatlan lényege egy, akkor átléped a halál kapuját. Tehát valamilyen lemondás mindig lesz, de jobb, ha te döntöd el, hogy épp miről mondasz le. Oké? Okay. Igazából november második felében kezdődött, egy ilyen állapotba kerültem, hogy így bennem így minden megállt. Tehát visszatértem a jelen pillanatba, úgy éreztem, hogy az a utolsó sejtem még mindenemet érzékelem tisztán. Hát úgy tudnám leírni, hogy nagyon kimelegedtem, tüzes élmény, és utána jöttek érzések, amit egy másik emberben érezni a lényét. További tűz élmény és ilyen halál élmény. Változatos helyzetekben történt meg velem, vagy mikor aludtam el, vagy mikor ébredtem föl. Aztán a dharmateremben ülés közben, már ez a sokadik alkalommal történt meg, akkor volt végre erőm mijezezni és figyelni. Egyetlen egy válasz jött, hogy az életem végéhez közeledek. Nem tudom, hogy ezt hova tegyem, mihez kezdjek ezzel. Tisztelendő úrunk! Ide. Igen, ide tegyed, Pantienbe. Ugye az elme az nagyon sok mindent tud csinálni, plusz hogyha nem tudom, hogy most változtat-e gyakorlatodon, vagy mennyit gyakoroltál, vagy kevesebbet, többet, volt ebben valami változás? Színusz. Szerű. Egy fűrész jel helyesebben. Ha nem volt ilyen különösebb változás, bennünk sok minden változik. Ugye azt szoktuk tanítani, hogy a kérdéssel, meg a gyakorlattal azt keressük, ami nem változik. Ez mindig egy nagyon biztos pont, ami nekem nagyon sokat segített, meg segít is gyakorlat során, hogy igen, nagyon sok minden történhet. Van, amikor az ember elszomorodik, és viaskodik valami karmájával, ami nem hagyja nyugodni, vagy máskor nagy boldogságérzéssel, vagy szerelemmel, vagy csalódással, vagy van, amikor vannak ilyen érzései az embernek, amit mondasz is, hogy az érzékelésed így érzékenyedik, úgy érzed, hogy másokat is érzel, de aztán ez is elmúlik. És akkor ez egy megnyugvás, meg egy ilyen állandó jel, hogy
hogy igen, ide csap a tudat, oda csap a tudat, egyszer ezt éljük meg, egyszer azt éljük meg, de még a nagy spirituális élmény is, még az is egy valamilyen hullám, ahogy az előbb hallhattad, hogy a múlandó meg a múlhatatlan. Valójában ez is olyan két véglet, ami még a múlhatatlan is múlik. Úgyhogy én ide térnék vissza, hogy oké, ez most följött, de ne vedd túl komolyan az, ami megjelenik a tudatban. Tér vissza a gyakorlathoz, tér vissza a tantienhez. Pláne akkor, amikor esetleg ilyen szorongattató dolgok jönnek, hogy meg fogok halni. Én megnyugtatnálak, hogy közeledsz az életed vége felé. Közeleg a vég. Azt megkérdezném, hogy honnan tértél vissza a jelen pillanatba? Hát éppen mindig, amivel éppen foglalkoztam. Általában van egy teendő, valami elintézni való. És ez akkor nem a jelen pillanatban volt? Sajnos nem. És most hol van meg a jelen pillanat, ahol akkor visszatértél? Sehol. Hol van az a tűz? Hol van az a tűz? Az a régi szerelem. Tudod azt a történetet, amikor a zen tanítvány hirtelen egyszer csak átlát a falon. És akkor fut a mesterhez, hogy mester, megvilágosítom a mesternek, hatalmas nagyot üt a fejére. Mennyi vissza gyakorol. Barna, lelőtted, mert ugye pont Mangong Szunyim történetét szerettem volna idézni, akik Jonghó Szunyimmal járt így. Akik ritkábban járnak, Mangong Szunyim van középen, és tőle balra szakállas, mongolkán kinézetű, ultra kemény zen mesterünk Jonghó Szunyim. És amikor valaki sokáig küzd a kuannal, és tényleg lelkismeretesen neki megy a nem tudom falának, akkor szoktak ilyen jelenségek lenni, amiket leírtál a bevezetődben, a kérdésben. Úgyhogy azért van, mert az elme elképesztően koncentráltá válik. És akkor elkezd ilyen, hogyha jogában a szamjáma a fogalma esetleg ismerős, ehhez hasonló állapotokat fölvenni, és egy jó zenmester, vagy akár egy jó jogamester, ővelük így tanítási szinten nem vagyok tisztában, de a zenmesterek azok mindig visszahoznak abba az állapotba, ahonnan az keletkezett. Tehát kirobbantják a berögződésből, de a koncentrációt, az összpontosítottságot azt nem veszik el, azért, hogy később tényleg átmenj a koanon, de a koan megoldásért folytatott küzdelemben szerzett tapasztalat, az ne kössön. Érted? Tehát, hogy a kovács, az ne a kalapáccsal együtt menjen aludni. Hanem, ha már kikovácsolta a kardot, azt szépen beteszi a hüvelybe, felteszi a falra, a többi kard közé, és kalapács nélkül, fújtatás nélkül nem szénporosan megy el aludni. Tehát a koan praxis, hogyha te nem csak itt kedvtelésből csinálod, és hogy majd megoldom, és szerencsére ez egyikötökre sem jellemző, hogy félváról vennétek a koan gyakorlatot, akkor az elmében ilyen változásokat hoz létre, és ez teljesen egészséges. De az is, hogy a formájához nem kötődsz, a tartalmához sem kötődsz, de a minősége az megmarad. Ezt lehet később használni. Ez az, amit nem tud senki elvenni már tőled, mert kitermelted. Azzá váltál. Tehát újabb önkép, újabb hamis azonosulás nélkül váltál egy ilyen minőséggé. Úgyhogy csak így tovább lesz, ez még rosszabb is nyugodtan. Úgyhogy. Köszönöm a válaszokat. Nekem is a koan praxisokkal kapcsolatos kérdésem lenne, hogy ezt a elmének, ezt az intuitív módját, vagy hát amikor pont, hogy szóval ezt az intuitív állapotunkat, illetve a koan praxist, azt lehet-e valahogy az interjúszobán kívül is gyakorolni? És hogy ha már nincs annyi lehetőségünk, hogy koan praxist végezzünk tanítóval szembe, akkor ezt érdemes-e valahogy
kint van lehetőség, persze, és érdemes. El kell menni a Jedi képzővel, ahol ilyen kis skywalkerek a különböző lézerpüttyönkével segbe lőnek, hogyha te azt lézerkarddal nem orvoslod. Tehát a... nagyon sokféle módon lehet az intuíciót képezni. Általában ezt az emberek kockázatvállalással szokták. Tehát ez egy hatalmas kockázat, hogy bejössz az interjú szobába, mert nem tudod, hogy jössz ki. Hogy milyen önképpel, milyen gondolatvilággal életbe hagyod-e a tanítót, vagy se. Tehát így. Vagy ő téged. A lényeg az, hogy minden, ami paradox, az már a Kuan fele visz. Minden, ami meghaladtatja veled a gondolkodást, már a Kuan fele visz. De téged ismerve, én azt javaslom, hogy vállalj fel egy emberi kapcsolatot, mint hatalmas Kuant, és az pillanatról pillanatra olyan interjút ad, hogy az valami hihetetlen. Rendben, köszönöm szépen. Oké, de nekem ne panaszkodj később, hogy én mondtam. Urak? Mindenhol lehet a Kuan, tehát nincsenek Kuanok, csak Kuanok vannak. Bármi, amit elkezdesz tapogatni, hogy ez egy forma, az azért tudod megtapogatni, mert az ürességből emelkedett. Tudod, azért van neve, mert a nem tudom alatta van. És minden szétcsúszik, amihez elkezdesz elég energiát ráirányítani, és éppen ezért minden össze is áll. És lépten nyomon, lépésről lépésre ezeket a koanokat megtapasztalod az életben is, azzal a különbséggel, hogy itt van egy kis biztonsági háló. Az interjú szobában ott lehet bármennyit hibázni. Kün egy picit néha az ütés, az fájdalmasabb és tovább gyógyul, de attól még lehet gyakorolni. És kell is, mert különben nem lenne semmi értelme a Kuan interjúknak, mert a Kuan interjúk azok ilyen, nem ilyen kis elvont, általában nyitott szemmel gyakorolunk eleve, és azért gyakorolunk nyitott szemmel, hogy ne váljunk le erről, ne hozzunk létre külsőt és belsőt. És amikor kijössz az interjú szobából, akkor tulajdonképpen bennmaradsz az interjú szobába. És lépésről lépésre nézed, hogy mi ez. És azzal a gyakorlattal, amit ott is szereztél, talán például egy emberi kapcsolatban a paradoxonokat jobban meg tudod lovagolni. És ehhez sok szerencsét kívánok neked, szóval lehet, persze, hogy lehet, sőt kell. Én az előzőekhez azt tenném hozzá, hogy ne legyél intuíció fetisista. Ez itt sokszor előszokott a tanítások nyomán állni, hogy intuíció, jaj, az intuíció, hogy tudnám elérni az intuíciót. Én emlékszem, amikor így először ide kerültem, akkor ezek így elhangzottak, és akkor úgy, hát jól be is skatujáztam magam, hogy jó, hát én ilyen intellektuális típus vagyok, akkor ez nekem nem fog menni, mert túl gondolkodom, és úgyse lesz az intuíció. És aztán egyfelől nagyon sok olyan interjúra kell járni, meg gyakorolni, de a végén az egész arról szól, hogy ott, ahol vagy, te ismerd föl helyesen azt a helyzetet, teremts kapcsolatot helyesen, és cselekedj helyesen. És akkor ott természetesen megnyilvánul az intuíció, amit bele lehet rakni ilyen ezófénybe, hogy csillogjon, meg filtert rányomni, és kirakni Facebook sztoriként, hogy most intuícióból cselekedtem. De valójában ez a nagyon egyszerű dolog, hogy sír a gyerek, akkor csinálok vele valamit, hogy nem, hát nem a párnát nyomom a fejére, hanem cumit adok neki, vagy etetni, vagy, de ezt itt jobban tudjátok, mint én. Úgyhogy... Hova? Ne rosszak, hogy barna. Úgyhogy a komolysághoz visszatérve,
maradj meg ebbe a tiszta pillanatba, és egyébként azt, amit elkezdti a gyakorlatot, azt ne hagyd abba. Mert az egy kis tisztítás minden napra, bár Sensi óta tudjuk, hogy ezt is meg kell haladni, hogy tisztítsd minden nap a tudatodat, de azért van ilyen aspektusa is a gyakorlatnak. És akkor ott lesz az intuíció. A legszebb intuíció, hogyha szépen csinálod az életedet, normális ember vagy, és a körülötted lévők is viszonylag jól érzik magukat, és nem menekülnek zenelvonulásra, hogy volt, és azóta hát nekünk is jönnünk kell, mert nem bírjuk elviselni. Úgyhogy maradj meg a tiszta pillanatnál, ott lesz az intuíció is. Köszönjük, következő kérdés. Egyszer mondtad, hogy a megtapadt dallamok azok függőségekkel vannak kapcsolatban. És az lenne most a kérdésem, hogy honnan lehet tudni, hogy egy dallam éppen milyen függőség felé akar noszogatni? Meg kell kérdezni a dallamot. A dallamtapadás az egy muzikális függőség, és ez egy fantasztikus jó dolog. Meg kell választani azt a mantrát, azt a dallamot, aminek a rezgését te szeretnéd magadban úgy őrizgetni. A tan, mint kincs, ezt is jelenti. Tehát amikor naponta háromszor éneklünk ebben a dharmateremben, ha valaki ezt nagyon sokat csinálja, akkor úgynevezett internalizáció, ez nem csak tanulás, ez inkább átitatódás, ez következik be. És a mantrák, illetve ami a mantrából tényleg a lélek talajában megtapad, az soha nem marad abba. Az valahol mindig megy. Nem zavarja meg a tudatos személyiséget, de a tudattalannak egy adott frekvenciáján, mondjuk a nagy dárani, vagy a surangama, vagy egy-egy rövidebb mantra, az mindig ott van, és ad egy elképesztő stabilitást. Ugyanis amikor a személyiség relatívabb, lágyabb részei összeomlanak, akkor ez a nagyon stabil, az abszolút felé közelítő, ez ott van. És hirtelen nem marad más a nagy káoszban, csak az, hogy Csinyi a Dzsangodé Daralina Moradanadar, és minden más összeomlott. És amikor ez a mantra megtart, akkor látsz rá, hogy igen, én inkább ettől függenék, mint valami egyébtől. Tehát a dallamtapadás, mivel az embernek a rezgés, az akusztika a legfinomabb függőség. Minden, ami már ennél nagyobb tudattárgy, a látvány például, a tapintás, az ízlelés, mekkora függés tud lenni, ugye? Finom. Még. Tehát, ha megnézed, akkor a világ, az a legtöbb mítosz szerint egy rezdüléssel indult. Legyen az ősrobbanás, vagy az óm szótag, mindegyik egy rezdülés volt. Nem egy ecsetvonással indult a világ, nem egy pizzaszelettel indult a világ, nem egy érintéssel indult a világ. Az összes érzékterület közül a hallás a legfinomabb, a legláthatatlanabb, vagy érzékeltetlenebb, és rögtön a rezdülésből van a világ. És ezért a dallamtapadás az, ami a legfinomabb identitás formáló. Platón szerint bizonyos zenéket 40 éves kor alatt nem lenne szabad hallgatni, mert annyira átformálja az identitásodat. Itt, hogyha megnézed a mantra praxist, az úgy üdít, frissít és tisztít, hogy észre se veszed, de legalább tudod, hiszen olvastad a fordítást, hogy éppen mivé készülsz válni. Úgyhogy megfelelő dallamtapadás kell. És aztán pedig meg kell tanulni azt is elzárni és csöndbe maradni, hogyha éppen arra van szükség. De az, hogy spontán előveszed a kedvenc nótádat, vagy bekapcsol a legbiztonságosabb mantrád, az a menedék egyik forrása. Ha az ember harcol a dallamtapadás ellen, akkor csak több van, akkor nem egy van, akkor sok van. És akkor ez a sok-sok kis dallam elkezdi enni az éberségét, és emlékeztetni arra, hogy hello, rossz döntést hoztál, amikor nem voltál hajlandó engem figyelembe venni. A mantra visszatér a csendbe. És a csendből egy újabb rezdülés keletkezik. Ha ebben meg tudsz nyugodni, akkor irányt is tudsz szabni, hogy milyen dallamhoz tapadj. Jó. Egyébként a függőséghez csak annyi, hogy
hogy ugye az, hogy függő vagy, az, hogy bírod a közelségét valaminek, de a távolságát nem. És minden ilyen dolognál, mantránál is, hogyha eleget gyakorlod, akkor ugye lehet ez a fázis, de aztán utána eljuthatsz a szabadság állapotába, hogy hallhattad, hogy használod, amikor használod, nem használod, amikor nem használod, és végül is a mantrázásnak is, meg az egész gyakorlatnak ez a célja, hogy legyen szabadságod, legyen belső tered. Bekapcsolni, kikapcsolni a dolgokat, amikor arra szükség van. Egyik kedvenc kissé rosszmájú szórakozásom, hogy dallamokat ültetek az emberek fülébe, és akkor mondják, ja, ezt most nem tudom. De mondtam, ha az a dallam, vagy még egy olyan szöveggel is párosul, hogy jelszó halál a májra, akkor azt érdemes egy Shivio Csánkó Dédárándira lecserélni. És jó, hogyha megvan ez a képességet, hogy tényleg le tudod cserélni. Általában harcolni nem érdemes a dallamtapadások ellen, de hogyha már olyan pozícióban vagy, hogy ezt a tudatosan tudod ezeket cserélgetni, akkor már legalább tudod a szerszámokat, aztán nem nő hozzá a kezed ugye az ollóhoz, mint ollókezű Eduárnak. És hát erre a mantrák különösen ezért lettek kitalálva, mert ugye a rezgés, elvileg az eredetileg a rezgés és a tartalom és a jelentés, ez mind egyfelé mutat egy mantrában. És ezért nagyon erős és nagyon hasznos tud lenni. Valószínűleg a slágerekben is mind van valamilyen mély tudati struktúra, ami miatt a C-dur, G-dur, A-dur, F-dur szinte mindig működik. Nem vagyok zenetudós. De a zenetudós bólintott. De hogyha már ki tudod cserélni egy másikra, akkor az teljesen oké. Vannak ennél rosszabb függések is, azt hiszem. Ha voltak. Általában a gyakorlat során kellemesen átmelegszem. Itt a tegnapi délelőtti gyakorlat során viszont annyira fáztam, kihűltem, hogy a kezem lila lett. Hogy bízom benne, hogy ez nem a kezdődő férfi klimax, de hogyha valamilyen jobb magyarázatotok van, az azt nem megköszönöm. Ilyen, azt mondhatom, tehát ez más. Van Dongszánnak egy gyönyörű koanya, hogy amikor a hideg és a meleg jön, akkor hogyan kerülhetjük el őket. És a szerzetes kérdésére Dongszán azt mondta, hogy miért nem mész el arra a helyre, ahol nincs sem hideg, sem meleg. És a szerzetes még mindig értetlenkedett, és Dongszán így szólt. Ha meleg van, a hő öl meg. Ha hideg van, a fagy öl meg. Ez remélem segített. Na, végre böcsülete elmondta, hogy nem segít. Hát igazi zen tanítvány vagy. Na, jó. Nem ez segít. Hő jön, megy, hideg van, meleg van. Teljesen mindegy. Látod-e? Érzékeled-e? A test néha jól van, néha rosszul van. Az kész. A tiszta tudat az úgy mindenek felett, az nem hőfüggő. Jó? Ha kimelegszel, akkor vedd le a melegítődet, ha elkezdesz fázni, vegyél egy pokrócot magadra. A Shimyóval kapcsolatban szeretnék kérdezni, hogy meditáció közben ezzel dolgozom, és van időszak, amikor nagyon erős, tehát elkezdem a mantrát mondani, és iszonyat módon befeszül minden. De és jó. Hogyha abba hagyom, akkor pedig így vissza tudok térni a jelenbe, hogy... Ezzel mit csináljak? Tehát, hogy ki kell oldani az elme differenciálművét. Hogyha ragaszkodsz az ellentétekhez, mint ahogy az autóban is ilyen diffit bekapcsolva hagyod, rámész az aszfaltra, összefeszülnek a fogaskerekek, és szétdobja a hajtásláncot. Ezt érzem. Igen, körülbelül. Na, old ki a diffit, tehát old ki az osztóművet. Hagyd nyugodtan a tudatot azt csinálni a mantra mellett, amit épp akar, de te annyira jól akarod csinálni, hogy a mantra mellett aztán semmilyen zaj nem lehet. Kész. Az összes mellékjelenség szűnjön meg. Hát jó hírem van, nem, hogy nem szűnik meg, a mantra az elején még dobja is föl.
még erősebb lesz a zaj, aztán kezd el megszűnni, ahogy a zajt visszaintegrálod a mantrába. De előtte az összes bili kiborul. És ez nagyon is rendben van. Úgyhogy légy üdvözölve a tökéletlen gyakorló klubjában. Köszönöm. Nagyon szívesen. Csak mantráz, hogy mi történik mellett, az nem fontos. Jó? Nem feszülünk be azért, mert éppen mellette különböző dinoszaurusz csordák jövögetnek, menegetnek. Most épp a vízszerelés jött ment, úgyhogy... Vízszerelés? Igen, hogy miért folyik a boiler például, tehát hogy ez... Hát ez az. Na, ilyenkor csak Anti az, aki megmenthet téged a szenvedéstől, mert olyan munkát ad neked, hogy azonnyomban hasznos, csak érzed az összes meditációs élményedet. És ez így nagyon rendben van. Köszönöm. Azt hittem, valami nagyobb baj van, hogy esetleg ilyen férgek jönnek elő a földből, vagy ilyen... Boiler szerelésnél az is jött, de szépen arrébb ment, úgyhogy... Hogyha például ilyen bomló, rothadó levelek, vagy ilyen hirtelen kibudjanó palánták, és azon nyomon a kertészhez légy szíves oda menni, és akkor Máté tud rajtad segíteni ezekkel a képzetekkel. Oké? Rendben, köszönöm. Nagyon szívesen. A természet... Mit tud nekünk adni, hogyha én nem mantrát szeretnék ismételgetni? Akkor... akkor tulajdonképpen, ha a természetet csak hallgatom, akkor az ugyanaz, nem? Vagy... Simjo Csengúdő darán, ünna morad, anna darán, jaj, de hogy van-e különbség? Madárkáim, te! Tehát, hogyha a természetben már meghallom a hangot, az elegendő, vagy ez nem is azonos, tehát hogy van-e párhuzam? Természeten kívülre, vagy természeten belülre? Türelem. Mit hallottál? Ha a természetre figyelek, akkor madárcsicsergést. Hogyha Istenem. Befelé, akkor semmi. Katicát hallottál a lámpabúrán. Ezt hallottad. Jó. Na ez volt akkor a mantrád, amikor elmertél csendesülni. Aztán megszólalt az okos tanító, és vége volt. Na, szóval a legnagyobb szútra az, amit ilyen mantramadár, meg rigómadár képében hallottál. Miért szép a hang? Mert gyakorlatilag kioltja a gondolkodást. Igen, ám csak a csendnek is ki kell oltani a gondolkodást. Lásd, tárgyas, tárgyatlan tudat korábban. Tehát a hang visszatér a csendbe. Oké. És a hang azért kell, hogy meghalld a csendet, és a csend azért, hogy meghalld a hangot. Egy igazi kapcsolat akkor működik jól, ha csendben is tudsz vele lenni, és ha beszédben is tudsz vele lenni. Ha cselekvésben és nem cselekvésben egyaránt vele tudsz lenni. Okay. Köszönöm szépen. Korábban dharma beszédekben mondtad, hogy amikor valamilyen problémán dolgozol, karma vagy bármi, és hogyha ugye látod puzzle-szerűen, ahogy összeáll a kép, nem vágysz semmire, nem akarsz semmit, tehát se pozitív, se negatív érzelmeket nem táplálsz be, csak nézed, mint egy puzzle összeáll a kép. Ez csak meditációban, vagy bármikor jöhet ez a kép összeállás, úgymond. Azt hallhatod az előbb, hogy ugye a meditáció ne rekedjen meg a dharma teremben, tehát a koan praxis az nem az interjú szoba falai között végződik, és azt gondolom, hogy ha jól gyakorolsz zent, akkor ez a hirtelen összeállás, és hogy engeded a dolgokat a helyükre kerülni, ez a pillanat részévé válhat minden egyes helyzetben. Bármikor, bárhol. Sőt, bárkivel. A bármikor, bárhol az egy nagyon könnyű engedmény. De tételezzük föl, hogy te mondjuk nagyon sokat éltél párkapcsolatban, és minden, amilyen otthoni férfinő párbeszéd, azt te már évtizedek óta jól csinálod. De amikor bekerülsz mondjuk egy templomi környezetbe, illetve egy interjú szobába a tanítóval, ami nem hasonlít ezekre a korábbi helyzetekre, akkor úgy érzed magad, mint egy gyermek, mint egy teljesen kezdő valaki. És akkor látod azt, hogy az egyéni, a páros és a családi karma az ugyan ki van művelve bizonyos fokig,
Az egyén és a csoport az nem. Tehát akkor a csoport karmában kell ezt megtapasztalni, hogy hogyan kerülnek itt a helyükre a dolgok, ugyanazzal a spontaneitással, mint mondjuk egy párkapcsolatban, vagy egy családban. Ezt azért mondom, mert nekem a fordítottja az osztályrészem. Tehát én a csoportkarmát műveltem ki viszonylagos precizitással egészen 2 évvel ezelőtti 28 éven át, és utána úgy éreztem, hogy a több ezer korn interjú az gyakorlatilag csak arra elég, hogy nem mindig kövessek el hibát mondjuk egy párkapcsolati és családi ugye, kihívás esetén, hanem csak néha. Tudod? És akkor kifejleszted azt, amit addig nem. És szükségszerű, hogy addig nem, mert ugye mással foglalkozik az ember, tehát egy más síkon, más életformában éli az életét. És az, hogy a lényeg minden jelenség mögött ugyanaz, és a tudat minden helyzet mögött ugyanaz, az az ilyen, azt mondom, kihívások elfogadásakor válik nyilvánvalóvá. Hogy pontosan ugyanarra a tiszta tudatra van szükség a párkapcsolatban, a család életben és egy jó csoportban is. Nem két különböző emberre van szükség, egyetlen tiszta tudatra van szükség, és nagyon sok oldalú tapasztalásra és képzettségre. Úgyhogy ez az, hogy a pillanat teljes, az, hogy a tudat tiszta, az, hogy az eredeti tükör az töretlen, ezek a tapasztalások annyira mélyen belé tudnak ivódni, hogy az univerzalitásukat már semmi nem kérdőjelezi meg. Csak az akadályaidat kell elengedni. Csak a korábbi karmikus gyakorlatlanságodat kell felszámolni. És ez ahhoz hasonlít, mint amikor egy tárgyat az elején csak egy oldalról világítasz meg, aztán két oldalról, aztán három oldalról, négy oldalról, és akkor semmilyen árnyék nem marad. Amikor egy oldalról világítod meg, a túloldalt egy hatalmas nagy árnyék van. Két oldalról megvilágított, mert csak nagyon két kicsi vakfolt marad, ha jól csinálod. Háromnál már szinte semmi, négynél meg már vége. Úgyhogy csak tedd a dolgodat úgy, hogy ez a pillanat tiszta marad, és akkor minden helyzetben, minden kapcsolatban így a dolgok, a kapcsolatok a helyükre kerülnek. És minél őszintébb vagy magadhoz, annál jobban felismered, hogyha projektálsz. Hogyha valamihez ragaszkodsz a múltból, ha elkezdte felgyűjteni valamit, amit egy szép pillanatban aztán a másik elé teszel, hogy na, ez is te voltál, ugye? Most megfogtalak. És akkor, ha ezeket az ember csinálja, akkor újabb hamis azonosulást, újabb illúziót gyárt le, és akkor újabb szenvedés van belőle. Onnan veszed észre, hogy jól csinálod, hogy az életet fölvállalva harmónia élmény van. Tehát nem egy absztrakt, ilyen legyengített, lehűtött valamiben vagy, és talán ezért jobb. Ez nem jobb. Hanem azért működik, mert folyamatosan nem hozod létre az ego falát. Ehhez kell ez a minőség, amit az előbb mondtam. Jó? Köszönöm. Szívesen. Ha még annyit hozzátehetek, hogy ebben a gyakorlat segít. Tehát itt nem árulunk zsákba macskát, én meg pláne nem szeretnék, ez egy hosszú távfutás. És ez a nagyon egyszerű gyakorlatsor, beleértve a Kohn interjút is, amiről már sok szó esett, ez így következetesen megmunkálja az, hogy amit mondunk, hogy ne hozz létre az ego falát, ne hozz létre ezt, ne hozz létre azt, ez mondani könnyű, megcsinálni iszonyatosan nehéz, pláne ha nem gyakorolsz. Tehát mert használni az eszközöket, viszont úgy, és ez meg egy másik olyan dolog, ami nehéz, hogy eredményt akarunk, azt akarjuk, hogy a puzzle darabok a helyére jöjjenek, és legyen már gyorsan ez meg. És nem megy gyorsan. Annyi van, hogy ha nem vagy tudatos, akkor egyszer csak meghalsz úgy, hogy a puzzle még ugyanúgy maradt. Nagyon sokan így történnek, hogy a kedvenc mondásom, hogy legtöbb ember úgy hal meg, hogy meg sem született. Ugye értve ezt a személyiség fejlődésre.
amit hallhattál, ez természetszerű, hogy egyoldalúan fejlődünk az élet ciklus során. Ráadásul az erősségeink mentén fejlődünk egyoldalúan. Tehát ez az élet első szakasza praktikusan, az első 30-40-50 év, kinek mikor. És akkor az erősségek mentén nagyon jól kifejlődöm, de azok is lesznek egy idő után a legnagyobb gyengeségeim, meg aztán ott a másik oldali nagy hiány. És akkor egyszer csak mondjuk jön egy válsághelyzet, és akkor elkezded fölismerni az igazságaiddal szembeni igazságokat is, hogy jó, hát ott is van egy ilyen világ. És akkor az a kérdés, hogy ezzel mit csinálsz? Klasszikus példa, párkapcsolat, ha valaki ilyen 18-20 éves korba választ párt, ott általában arról van szó, hogy egyik nagy motivum, hogy kiegészítő értékeket keresek a másikba. Tehát én mondjuk vagyok egy határozott, önérvényesítő férfi, akkor keresek egy alkalmazkodó, kedves, házias, együttérző nőt. És nőként ugyanúgy vagyok kedves, együttérző nő, keresem a vagány, határozott férfit. És ez azért jó, mert én alkalmazkodó vagyok, részesülök abból az előnyből, amit a vagány, önérvényesítő férfi hoz, de nem kell nekem megfejlődnöm. Ez egészen addig tart, amíg jön egy életközepi krízis, és akkor utána el kell kezdeni a másikat kifejleszteni, vagy meghalni úgy, hogy ezt nem csináltad meg, és akkor az egy olyan viszonylag rossz életminőség. Itt a kulcskérdés, amivel kezdtem is, a tudatosság, amihez egy segédeszköz a gyakorlat. De önmagában a gyakorlatot elsősorban nem ezért csináljuk, hanem azért, hogy meglegyen a tiszta tapasztalat. Meglegyen ez a mi van a karma előtt. Ne legyen az az állapot, amikor most egy önismereti csoportban az egyik ember azt mondta, hogy oké, most akkor ráláttam, hogy ez is azért van, meg a pályaválasztásom is azért van, mert a szüleim ilyenek voltak, és na de oké, és akkor most erre rálátok, de akkor mindent felszámolok magamba, és utána mi van? Utána mi leszek? És ez egy ilyen igazi feszültség. Na, hogyha elmerülsz a zenbe és gyakorolsz, akkor innen van tovább menetel, hogy nem a nihil van, hanem van tovább lépés ebből. Tehát, hogy a puzzle darab akkor fog a helyére rakódni, csak hogyha nincs hozzá eszköztárod, akkor megijedsz tőle. Úgyhogy tiszta tudat, rendes ház, pillanat, és aztán legyen türelmed arra, hogy a rendszer az kirajzolódjon. Hát az élet egy ilyen levegőbe feldobott puzzle, és akkor a pillanatok azok mindegyik egy-egy puzzle darab. És mindig a figyelem az, ami számít, hogy van-e elég figyelmet, hogy felismert, hogy ne erőltesse egy olyan darabot oda, ahol nem illik. Biztos én legalábbis gyerekkoromban próbáltam úgy összerakni, hogy na még csak bele döngetem, azzal nem csak azt, azon az egészet rontottam, és szét kell szedni, és újra kell az egészet rakni, és ezt sokszor csináljuk, amikor a dolgok úgy körülöttünk nem úgy működnek, mint ahogy mi elképzeltük, mint ahogy mi szeretnénk, és ezért persze a dolgokat hibáztatjuk, és nem azt nézzük, hogy talán a mi válaszunk ezekre a dolgokra, azt kellene megváltoztatni. És hát az eredeti kérdéshez visszatérek, igen, ebből áll a pillanatról pillanatra, tarts tisztán a tudatod is, és minden arra sarkal a formában, hogy figyelj. És a figyelem megfoghatatlan energia, de mégis megfogható. És az, amit azt mondjuk, figyeljük, ha figyeld a lélegzetedet, hogy figyeld a lélegzetedet, nem tudod figyelni a lélegzetedet. Mindegyik instrukció, amit adunk neked, tulajdonképpen lehetetlen. És egyszerre lehetséges. És ebbe a paradoxomba, ebbe tömörül bele a figyelem, és ebből tudsz egy picit túllépni azokon a percepciós korlátokon, vagy ego korlátokon, amik addig nem engedték teret annak, hogy
elrendezgesd ezeket a puzzle-öket úgy, ahogy azok illenek, és nem úgy, ahogy te akarod, vagy elvárják tőled. Utolsó kérdés, ha van? Van egy kolnom, amivel már kb. Fél éve elakadtam, és az életemben is vannak elakadások, és az a kérdésem, hogy a kettő között van-e kapcsolat, illetve hogy párhuzamosan kell őket megoldanom, vagy van összefüggés, hogy az egyiket megoldom, és megoldódik-e a másik? Edem. Meg akarod érteni a világegyetem természetét, akkor fogd föl úgy, mint amit egyedül a tudat teremt. Személyes tapasztalatot mondok ezzel kapcsolatban. Mind a kettőt megtapasztaltam. Volt, amikor együtt futott, és akkor beleláttam a koamba, hogy hát igen, ez tényleg most az a helyzet, amiben én is vagyok. Aztán volt olyan, hogy jó, akkor megoldottam, és akkor azt nem érdemes elkövetni, hogy akkor ott mondjuk megtalálsz valami választ, és akkor kivész az életbe, és megpróbál ugyanazt a választ előni, mert az nem fog működni. De alapvetően hosszú távon maradnak a helyzetek, koan, párkapcsolat, élet, és akkor mindig ott dől el a dolog, hogy ott maradsz-e benne, vagy nem. Kibírod-e a feszültséget, vagy nem. És ha igen, ha benne tudunk maradni, például egy feszült helyzetbe, ugye érdekes gyakorlat, hogy mondjuk valaki jön és azt mondja neked, hogy hát én úgy érzem, hogy én most már, én nem tudom, nekem nem megy semmi. Én legszívesebben meghalnék. És erre legtöbben mit válaszolnak? Nem, hát még mennyi mindenért kell dolgoznod, és stb. És akkor jól elütötted az egész feszültséget, ami ott a helyzetben volt, és mondjuk ott ő valamit meg akart veled osztani, tehát nem reagáltál rá, mert elütötted a feszültségét annak a helyzetnek. Pedig, hogyha mellette lettél volna, akkor lehet, hogy kísérhetted volna, és mondjuk utána kijönne az öngyilkos gondolataiból, mert te végre megértetted és meghallgattad. Úgyhogy ez az, hogy benne tudsz-e lenni a helyzetbe, és a koan is erre tanít, hogy ott van ez a kérdés, és akkor feszült leszel, és akkor rögtön az elme belenyomja a maga összes tartalmát, meg rá is projektálsz mindenfélét az életedből. És aztán, amikor mindez az egész megszűnik, akkor egyrészt lesz valami remélhetőleg helyes válasz, meg egy egyszerűsödő élet. Tehát valahogy ezek úgy, a gyakorlat is, meg a koan is olyan kitapinthatatlanul segít és hosszú távon. Hogy úgy egyszer csak már úgy azt veszed észre, hogy könnyebb, egyszerűbb. És végül is mindegy az, hogy a koan segítette, vagy a gyakorlat segítette. Több irányból lövünk, de végül is a cél ugyanaz a szoba. A kávé ugyanattól keserű, mint amitől fekete. És mi? Ez magas labda, üzd le nyugodtan. Na, tessék, még egyszer. Igyel egy kis kávé. Istenem. Kegyelem döfés, tudod, szamurályok is így szokták, de ez borzalom. Szóval én azt kívánom, hogy a koan praxison és a gyakorlaton keresztül mindenki gyakorolja az önmegismerést és az önmeghaladást egyszerre. Tehát a zen az egy eléggé univerzális, egyszerű és nagyon közvetlen út, és különböző hozzáállás nem csak hogy engedélyezett, hanem bármiféle hozzáállása kezdheted. Csak legyél kész később változtatni ezen. Valaki úgy jön ide, ilyen édes dolog, meghallják a meditációs instrukciókat, hallod, barnát, hogy nem lehet követni. Hát ez tényleg. Itt vagyok.
kifizettem. Belül mókolok egy kicsikét, ilyen kis belső önismeret, rakom ki a pasziánszomat, hogy én milyen vagyok, a másik milyen, a világ milyen, én milyen szeretnék lenni, stb. Stb. És egy idő után rájössz, hogy ez nem csak, hogy unalmas, hanem hogy úgy nagyjából ugyanolyan lehetetlen, mint a meditációs instrukciók megtartása, mert ez az önismeret, ez végtelen. Tehát mindig előhúzol magadból egy újabb kis nyuszit a saját kis én kalpagodból. Érted? És akkor rájössz arra, hogy ha az önmeghaladás nem következik be, akkor ez az egész önismeretes díj, ez úgy, ahogy van, vakvágány. Teljesen. Tehát így horizontálisan, mint a flippergépben a golyó, így mendegélünk jobbra-balra, különböző számok így ugrándoznak a skálán, meg fényjelenség, meg hangjelenség, és valójában nem történt semmi, más csak játszottunk egyet. Hát egy ideig, aztán mindenki berúg a kocsmába, leújtják a villanyt, és flippergépet kihúzzák a konnektorba. Tehát ez így nem jó. Tehát van, aki azt mondja, hogy nekem ez az egész világ illúzió. Ez is illúzió. Hát akkor én meghaladom ezt az egészet, és csak mantrázom, és csak kérdezek, és csak kohanozok, és ez az egész, ami körülvesz engem, az annyira nem érdekel, és ez úgy meg akarom haladni, stb. És a meghaladás olyanhoz hasonlít, mint egy ilyen láthatatlan gumikötélre kötött sprintfutás. Tehát mindig a cél előtt másfél centivel a gumikötél így visszaránt, megint elhessel, megint visszarántanak a starthelyre, és akkor na, indulj el megint. És az azonosulás láthatatlan kis gumikötele, hiába akarod meghaladni önmagadat, de még egyszer nem fordultál hátra, hogy mihez kötődsz, és te valójában kinek hiszed magad. Ezért ez nem megy. Tehát az, hogy önmegismerés és önmeghaladás egyszerre, ez a koan praxisban benne van, brutális valahol. Tehát annyira le van zárva az elmének a horizontális kibúvó keresése, az újabb önkép építése, mert már tudod, hogy nem igaz. Tehát mielőtt megteremtetett volna az illúziót, már tudod, hogy nem igaz. És akkor a meghaladással gyakorlod az önmegismerést, és a megismeréssel már gyakoroltad is az önmeghaladást. Nézd meg! És azt hiszem, hogy a paradox az így bontja az ortodoxt. Tehát a paradox az, amit ilyen kis konceptuális, duális tudással te nem tudsz megoldani. Olyan, mint a homokszem a kagylóban. Nem lesz belőle meszes hés soha, legfeljebb gyöngy, hogy eleget szenvedsz vele. Tehát az önmegismerés és önmeghaladás egyszerre van jelen a zenben, nem szisztematikusan, de rendszertűrően, és minden, amit csinálsz, vagy csináltok, vagy csinálunk, az az úton való haladás akkor, hogyha képesek vagyunk újra és újra a saját fixa ideáinkat, önképeinket, illúzióinkat feláldozni a pillanatnak az oltárán. Ha ezt csináltad 90 napig, akkor ezt most boldogan hallod, ha nem csináltad ezt 90 napig, akkor is, mert legalább tudod, hogy mit kellett volna. Megköszönöm mindenkinek a 3 hónap alatt tett erőfeszítést kívül is, belül is, a templomon belül a reziknek a nagyon áldozatos munkát, a fulltimereknek, akik tényleg kívülről jövve megcsinálták a 90 napot, fantasztikus volt az a tartás, amivel végtoltátok. Társtanítóimnak, hogy közelről és távolról bejöve egyfajta zendeszantosként ledobták újra és újra a koanjaikat, ilyen kis segélycsomagként, és azt kívánom, hogy folytassuk tovább ezt a koráncsem unalmas, de annál eseménydúsabb utat közösen. Köszönöm az erőfeszítést.